A második döntő, kezdődjék a verseny. Hát, hölgyeim és uraim, azt hiszem, szinte hihetetlen, hogyha valaki már 14 éves korában pontosan tudja, hogy mi szeretne lenni. A Megasztár vietnámi versenyzője pedig tudja, hogy ő híres, elismert énekesnő szeretne lenni. A lehetőség adott, mi adjuk a színpadot, a többit majd önök eldöntik. Következzék tehát a 14 éves Hiem! Nagyon örülök, hogy bekerültem ide, és hogy ideig eljutottam. Tényleg azért ez egy nagy szó, de nekem nem ez volt a nagyon nagy álmom, hanem az, hogy későbbiekben elismert énekesnő legyek. Szerintem a Megasztár az egy eszköz erre, viszont egy nagy élmény is egyben. Sokan nagyképűnek és bunkónak tartanak, ami azért van, mert én nem vagyok az a jó pufizós csaj. Kicsit tartózkodóbb vagyok. Biztos, hogy lesznek majd olyanok, akik azt mondják, hogy nagy képű lettem, vagy hogy megváltoztam. Csak az a baj, hogy egy külső ember nem látja azt, hogy mennyit készülünk itt, és hogy mennyire elfoglaltak vagyunk tényleg néha is, és hogy sokszor kikészülünk. Következzék a Megasztár színpadán egy Beyoncé dallal, Hiem! Tehát most szárnyalsz. Én el kell, hogy mondjam neked, hogy most léptél egyébként túl önmagadon. Szerintem most volt az a pillanat, hogy előre jöttél, mosolyogtál, és tényleg. De én például borzasztó sok levelet kaptam azzal kapcsolatban, hogy feladatunk-e nekünk az, hogy 13-14 éves korban a sztárcsinálást elkezdjük. És hát az egyik oldalról azt éreztem, hogy fognám még a kezeteket mondjuk a Lüsszivel még egy pár évig, és nem biztos, hogy nektek most kéne lemezt készíteni. Másik oldalon meg azt éreztem, hogy mondjuk, vagy ezt gondolom, hogy a Britney Spears-ék annak idején a 6 éves korukban már a Disney-ben szerepeltek. Szóval, hogy hol, nem tudom, ez a kettősség, ez még itt harcol bennem, ez egy furcsa dolog, viszont azt tudom,
hogy te jobban érzed magad itt, ez a te játszótered, mint hogyha simán a játszótéren lennél. Úgyhogy ezt gratulálok, kurva jó volt. Csak kiszaladt. Tamás, azt akartam mondani, csak elfeledkezett erről a szóról, hogy ahogyan te ma este itt énekeltél, remélem a tévénézők ugyanazt a hangot hallják, mint mi, az világszínvonal volt. Tényleg. Igen. De, hogy én is mondjak egy det, szerintem a hátralévő nem tudom én 8 hányadás van, még legalább 8-9, ugye? Arra az egyre kellene figyelned, hogy átlépd, szoktam mondani, láthatatlan falat. Szóval a mozgás technikádat, ha még tökéletesíted, mert ugye a Megasztár az nem pusztán hang, hanem mozgás is, szerintem, akkor valóban akár még meg is nyerheted a versenyt. Szerintem mindenki nek ugyanezt fogjuk mondani, hogy akár meg is nyerheti a versenyt, hiszen köztetek most már olyan nagy különbség nincs. Valóban a mozgásod egy kicsit feljavult, és ezzel párhuzamosan én azért megjegyeznék valamit, hogy egy kicsit szakmaibbak is legyünk. Persze Sándor szóba hozta ugye, hogy a néző mást hall esetleg, mint mi. Itt az akusztikai viszonyokról van szó. Én meghallottam egy pár olyan hangot, ami nem volt pontosan a helyén, és azt hiszem, hogy ezt te is hallottad. Úgyhogy arra majd legközelebb vigyázz, de egyébként én is hallottad? Remélem. Igen. Hallottad? Hát főleg a magas hangok ott, igen, a közepén. Igen. Nagyon nehéz elkezdeni az estéket, és te most ezt nagyon jól kezdted. Te voltál az első, aki izgulásmenten elkezdte. Köszönjük. Kicsit lemaradtam, mert azt hittem, olyan lelkes volt a zsűri, hogy az Enikő is mond még valamit, csak ő rövidre zárt a dicséretet, mindegy, azért nagyon sok szép dolgot kaptál. Bocsánat, én rázol, mindig elektromosság van, sokan műanyag itt a színpadon. Szóval hihen, én csak azt tudom mondani, mint a zsűri, vagy nem tudom, én el tudlak képzelni téged profi énekesnőnek, úgyhogy ez egy valóságos álom. Nagyon sokan érkeztek hozzád, kik ők, akik itt vannak? Annyi hihen tábla van, osztálytársai, Sopronból vagy? Igen, igen. Hello, soproni hihen barátok. Na hát így könnyű, csatlakozz a többiekhez. Ha valakit ennyien szeretnek, az mindenféleképp erőt ad. Hölgyeim és uraim, ne felejtjék, lehet szavazni. Önökön múlik, hogy hihen folytathatja a Megasztárt, hogy jövő héten egy egészen másik dallal. Itt lehet-e még a színpadon 10-es a vietnámi lánynak a kódszáma. SMS-ben pedig ugye a hihen nevet várjuk. Természetesen ma esti szavazataikkal is értékes nyereményekhez juthatnak. Mutatjuk ezeket most. Az énekesekre szavazó nézők között kisorsolunk egy Xbox 360 konzolt, ami bevezet a videójátékok új világába. Egy 50 ezer forint értékű Pepe Jeans vásárlási utalvány a Boston Pro Kft. Jó voltából. Egy 50 ezer forint értékű Gorenje Pininfarina Black vásárlási utalványt, amelyet a Gorenje Budapest Kft. Ajánlott fel. Egy 50 ezer forint értékű Cserépváros vásárlási utalványt a Material Center lakberendezési bevásárlóközpont felajánlásával. Minden nyertesünk a nyereménye mellé hazavihet egy Megasztár Parádé című CD-t is. Fődíjunk, amelyet a fináléban sorsolunk ki, egy 10 éjszakás, all-inclusive utazás Brazíliába, két fő részére a Cartago Tours felajánlásával. A Megasztárosokkal pedig nem csak szombaton találkozhatnak, hanem szerda esténként is, akkor tartják ugyanis a klubkoncerteket. Most volt az első, milyen volt? Hát nagyon szuper, elég sokan voltak. Nem? Szóval sokan igen, jöttek el is. Ahhoz képest, hogy az első volt, szerintem nagyon sokan voltak, és nagyon örülünk, hogy mindenki szeretett minket, és szeretni is fog. Így van. És akkor látok minél több embert, gondolom, ezekre a klubkoncertekre, és történt valami egyébként ezen a koncerten, ami emlékezetessé tette az estét? Volt. Mondjuk, nem mondjuk. Nevet, hát nem is tudjuk a nevet, de volt, hogy egy rajongó feljött a színpadon, nagy lelkesen felhívták, és közben, mikor hátrafelesélt, egy kicsit elcsúszott, de... Tehát repülnek a színpadról látok a rajongó klubkoncert, de reméljük, hogy legközelebb nem történik semmi gigszel. Tehát lehet szerdán esténként találkozni ezekkel a megasztárosokkal, akik ugye most itt szerepelnek a Megasztár 4-ben, és hogy ők mit nyerhetnek, nos egy saját lemezt, és mellé egy csodaszép autót. A győztes egy Hyundai i30 1.4-es klasszik felszereltségű 5-ajtós klímás személygépkocsit nyer a Hyundai Holding Hungary Kft. Felajánlásával. Illetve a Megasztár győztese felléphet a 2009-es kapcsolatkoncerten egy külföldi világsztár előtt. Ez is egy nagyon szép nyeremény lesz.